Köszönöm a kedves nézőket, iskola, ezt lehet mondani a mai műsorra, mint hívó szó. Hát iskola szó szerint, mert hogy a RISZI 30 éves, és erről fogunk majd beszélgetni az elmúlt 30 évről a műsor második felében. Az eleje is iskola, itt persze isko ö, idézőjelbe teszem ezt a szót, tánc, táncsuli és táncgála. Köszöntöm a vendégeimet itt a stúdióban. Püspöki Dávidot, a Szoldán szese elnökét, illetve hát két U21-es magyar bajnokot, ha lehet ezt mondani, latin-amerikai táncokból Nagy már és Unger Fanni. Először is gratulálok nektek az U21-es magyar bajnoki címhez. Köszönöm szépen. Tehát iskola, idézőjelbe tettem, hogy a táncot, táncsuli, és ezt értsük jól természetesen. Az apropó, ami miatt pedig beszélgetünk, 5. nemzetközi táncgála itt Szolnokon, méghozzá a hétvégén, is, hát szervezőként, részlevőként lesztek jelen. Mennyiben lesz másabb, mint az előző négy? Én is köszöntöm a nézőket. Hát az ötödik az jubileum, tehát ebből a szempontból valószínű, hogy megpróbáltuk még magasabbra tenni a lécet, mint amit eddig a közönség láthatott. A tavalyi évben ugye nem volt a színház, ugye, vagy a színház felújítása miatt, sajnos a nagy teremből kiszorultunk, de idén sikerült megegyeznünk, és megint ezen a csodálatos helyszínen tudnak majd a táncosok szerepelni. És azt gondolom, hogy az, ami extra, extra produkció, hogy eddig ugye versenytáncosokból volt top, és most pedig zeneileg is, azt gondolom, hogy sikerült ide csábítanunk egy, egy világsztárt, Edwin Martont, és Edwin Marton neve azt gondolom, hogy megtölteni önmagában ezt a színháztermet. Emellé még plusz meglepetés produkciók is érkeznek, és maga ez a rész már elég lenne ahhoz, hogy egy extra produkció legyen az ötödikre, de még a versenytáncosokba is megpróbáltuk még erősebb és még színvonalasabb párokat hívni. És a szónak szimfonik harsanát se felejtsük el, mert ugye ővelük is már hosszú idő óta dolgoztok együtt. Amikor az Edwin Marton itt lesz, nem tudom, el lehet azt árulni, hogy ő játszik és közben táncolnak, tehát ő így részese a programnak? Így van, ez a meglepetés része igazából, és ő is valószínű, hogy szerepet fog kapni ebbe a dologba, ebből nem akarok többet elárulni, de azt gondolom, hogy el, én láttam a próbákról egy-két felvételt, és szenzációs produkció lesz, azt gondolom, hogy, hogy világszám ti várjátok már a hétvégi fellépést? Én gyanítom, aztán persze nem tudhatom, hogy az, előző, az előző négyen is ott kellett, vagy gondolom ott voltatok, szóval ti táncosok várjátok már, van rangja? Természetesen igen, ez minden évben egy ilyen nagy eseménynek számít, nálunk a klubnál és egyébként Magyarországon is, amikor ez a gála ugye megrendezése kerül. Én személy szerint ott voltam eddig mind a négy gálán, ugye Fannyval, amivel csak két éve táncolunk együtt, így együtt még nem szerepeltünk, ezért lesz ez számunkra különleges, hogy ez az első nemzetközi gálánk lesz együtt. Na, ahogy az első, akkor ez Igen, ugye nekem egy az kis az pikantéria. A nem volt, ezért nem é. tudtam menni de ilyenkor picikét más jár az ember fejében. Egyrészt hazai közönség előtt itthon kell fellépni, első történet. Jó, tudom, az U24-es Magyar Bajnokság az egy nagy kihívás, de ez egy más típusú kihívás. Te hogyan állsz elé? Hát igazából nagyon várom, mert hát még videókat se láttam így az előzőekről, így teljesen meglepetés lesz az egész, de biztos, hogy nagyon jó lesz. Návid nagyon régóta szervezés, úgyhogy... Tehát tulajdonképpen várom. mi többször voltunk ott a kamerával, úgyhogy biztosítalak téged, hogy nagyon jó lesz, úgyhogy ezzel nem lesz hiba, de ha már táncok. Dávid, hogy építitek fel ezt a gálát? Tánc stílusában színesnek kell lennie, gyaníthatóan igen, amit csak lehet felvonultatni? Igen, így van. Standard és latin amerikai táncok lesznek majd láthatóak. Ugye ez a versenytánc programban tíz tánc, ami benne van. Itt a öt standard és az öt latin amerikai táncot fogják majd a versenytáncosok előadni, különböző koreográfiákkal, téve még színesebbé ezt az egész estét, és persze kvalitásban is, különböző párosok is megmutatják majd magukat, tehát mind a Soul Dance kicsiei is egy nagyon kicsi szerepet fognak majd kapni, és azt gondolom, hogy a világranista szint élmezőnye szintúgy ugyanezeket a táncokat bemutatja, ami extra produkció idén, hogy revű műsor is lesz. Tehát a revű műsor az nem tartozik. Ez ilyen el. molerus típusú, azt kell elképzelni. De... Jó, most itt nem a lányok és dobáljuk a lábunkat, Igen. de a revű az a klasszikus. Igen, a, 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 revű táncba olyanok is tartoznak, mint például a kánkán, de igazából nem erre kell nem feltérnak a, a Waltz Entertainment kiaknázza a versenytáncban található szenzációs elemeket, és ezeket fogja majd egy picit magáira formálni, ami azt jelenti, hogy nem is versenytánc és nem is revű, hanem a kettő között lavírozik valahol ez a dolog. Majd még beszélgetünk a gáláról is, miközben látjuk az előző, a hiszem pont talán a negyedik volt, de most én meg nem tudom mondani a, a, Igen, képeket. Ezek a mi utánpótlásunkra. Aztán mm, majd még történt. lesznek a nagyok is, a, a felnőttek is, de most ismételten a táncosokhoz fordulok, U21-et megnyertétek, hogy ezt ma már nem véletlenül hangsúlyozom többször, ez ugye az éveleje környékén volt azóta, a tánc, pálya, futásatok, karrieretek merre felindult, milyen lehetőségek nyíltak meg előttetek. Hát az 21 magyar bajnokság után 3-4 nagyobb, nagyobb versenyen vettünk részt. Részt vettünk még 10 tánc magyar bajnokságon is, itt a második helyet sikerült elhoznunk. Ranglista versenyeken indultunk, itt döntőt sikerült táncolnunk, illetve kettő hete voltunk Csehországban, Rádes Královéban nemzetközi 21 latin bajnokságon vagy megméretetésen, és itt pedig a harmadik helyet sikerült elhoznunk a nemzetközi mezőnyben. Na hát ezt külön gratulálok. Igazából a szakmai munka gondolom megvan az alap, de ehhez a hátteret azért én azt gondolom, hogy utazni Budapesten is vagytok, szólnak mindenfelé, tehát ezt nem egyszerű összehozni, sem anyagilag, sem idő egyeztetésileg ebben van segítség? Természetesen igen, ugye egyrészt a szüleink, akik ugye a legnagyobb támogatást nyújtják számunkra, illetve lehetőségünk volt egy pályázatot most megnyerni, fél millió forintot kaptunk a Nemzeti Együttműködési Programtól, amit ezúton is szeretnék nekik megköszönni, hogy ezúton segítették a felkészüléseinket a versenyekre. Ugye itt mondják itt a fiatalok, hogy mennyi versenyen és milyen eredményeket érnek el. Te hogyan látod, és most ők azt jetleg csukják be a szemüket és a fülüket, szóval akár ő előttük, akár a többi szolgenses előtt milyen lehetőség van. Hát ők azt gondolom, hogy olyan szinten vannak már most, hogy akár hivatásszerűen is tudják ezt majd csinálni. Nem biztos, hogy Máknak sem ez a fő vonala, Tehát ő ugye gyógyszerésznek készül. és Egy van jó nincsen... táncoló gyógyszerész. De azt gondolom, hogy ha, sz, ha szeretnék, akkor ezzel a tudással már kinyílna előttük a világ, ami azt jelenti, hogy van, aki Amerikában megy el tanítani ilyen tudással, vagy még ennél. Úgy, úgy mondanám, hogy még kevesebbel is kimegy Amerikába, szerencsét próbálni, és majdnem mindenkinek sikerül, mivel olyan képzettséget kapnak itt Magyarországon, és az, aki Magyarországon top vagy jó, az abból adódóan, hogy ugye esztétikailag is nagyon mondhatnám, hogy a magyarok szépek, és Ez emiatt... Egyébként így van, azt mondják, hogy a magyar nőknek nincsen párja Igen. szépségben, Igen. tehát... Ezt és azt, gond, azt gondolom, hogy külföldön nagyon-nagyon szeretnek minket, tehát mintha hajón. Ugye több dolgozni. mindenki Igen, hajón színházakban szerepel, és fizetésekért dolgoznak. Tehát, a, a, tehát az út megvan előző. Akkor megvan. kérdezem, és feldobtuk a labdát, Fanni, te a tánccal hogyan gondolsz a jövődre? Komolyan, vagy pedig jó, a gyógyszerész esetleg a, a szakma mellett majd valahogy űzi tovább te terveket? Én abszolút ebben gondolkozok. Én amúgy szombathelyen születtem, és a családom. Most is ott él, és 13 éves koromban költöztem el Szegedre, és igazából onnantól kezdve én már nem otthon laktam, hanem így a tánc miatt elköltöztem, és hát azóta így, így utazok én. Ezt töltik igazából Igen, az ilyen. életed, és akkor én, ha jól hallom, tulajdonképpen ezt az utat tűzted ki magad elé. Hát most aztán, hogy együtt te vagy, sem, majd aztán a gyógyszerész gyógyszer szakma majd az, az megmondja. A Szoldneszre még térünk vissza egy fél mondatra. Az elmúlt éveket is, most nem az öt évet mondom, hanem akár még visszább menve az időben, az elmúlt éveket nézzük, honnan hova jutottunk létszámban és aztán tudásban? Igen. A TSE túlszárnyalta azokat, amit mi az elején gondoltunk. Tehát 12-ben, amikor megalapítottuk, akkor azt gondoltuk, hogy szerettünk volna egy, egy jó egyesületet most azt gondolom, hogy rendre a Magyarország legjobb hat klubja között van a Táncsport Egyesület, ami egy óriási szó, mivel mi nem művészeti iskola alapokon nyugszunk, ezért sokkal kisebb merítésből dolgozunk, tehát ezért azt gondolom, hogy annyira hatékony a klub, hogy még engem is meglep, és tényleg ez a gyerekek hozzáállása, a, a talán azt gondolom, hogy a szolnoki, a, 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 még azt is mondhatnám, hogy tehetségesek is ebben, és emiatt ez a klub folyamatosan fejlődik. Tehát az első évben 30. körül lehettünk a klubrangsorban, a 100 körüli klub, klubból, és most pedig azt gondolom, hogy 5., 6. ezeken a helyeken mozgunk. Mi azért nem tudunk talán még előrébb jutni, vagy majd lehet, hogy előbb-utóbb fogunk mert létszámilag ennél sokkal többnek kéne, hogy legyünk. Tehát hiába van a magyar bajnokaink, még több pontot adna, hogyha lenne egy picit több párosunk. Viszont a Magyar Bajnokság éremtáblázatán idén második legjobb klub lettünk. Tehát a Magyar Bajnokságok tekintetében annyi magyar bajnoki címet és dobogót hoztunk el, hogy abba már másodikak lettünk, tehát ez egy Ez egy, ez egy dolog. és igen, egy dolog. Igen. Én a táncosokat hadd kérjem meg, hogy picikét hagyjatok itt bennünket, még egy fél mondatot váltok Dáviddal, mert hogy ne csak beszéljünk a táncról, és hát lássuk a múltból, hanem itt a stúdióban is majd látunk tőletek valamit. Fáradjatok a, a tánc parketre, ha lehet ezt mondani. Mit fognak előadni most a fiatalok? Egy rumbát és egy csacsát fognak, ők ezt majd táncolni fogják a Nemzetközi Táncgálán is, úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, és láthatják majd ezt a produkciót ott is, de most a tévében is láthatják Én ezt, van, de egy nagyon... írai rumba lesz, és Igen. Egy, és egy nagyon játékos jive. És egy valamiről nem beszéltünk. Nemzetközi lesz, Edwin Márton itt lesz, szinfonik harsona, szólnak ki a kicsik és nagyok, de mikor és hol? A... A Abanovák gyönyörűen feldíszített színháztermében lesz most vasárnap, tehát november 17-én 6 órától, és úgy kell számítani, hogy körülbelül fél kilenc körül lesz vége, utána még lesz lehetőség egy kis közönségtánccal uh, lezárni még, az estét. Igen, igen, meglepni itt a uh, vendégeket, és élő zenére lehet majd táncolni azon a parketten, ahol a világélmezőnye táncolt előtte. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves nézők, ezt a beszélgetést akkor zárjuk le ezzel a két csodálatos tánccal és a magyar bajnokokkal. Ho sempre un chiodo fisso nella testa Io sì lo so che tutto questo non è giusto Ma prima o poi succederà E ci saranno giorni senza sole Senza più parole, lo so che finirà e sarà forte il mio dolore per questo grande amore. Lo so che finirà il tuo sorriso e questo mi farà impazzire e quando poi mi mancheranno gli occhi tuoi io proverò a cercarli e poi fuggire non ci saranno notti Gratulálok a fiataloknak, nem véletlen lettek ők az U21-es magyar bajnok. De hát ha azt mondtam a műsor elején, hogy iskola, iskola hátán, akkor a 30 éves Risziről is beszélgessünk. Hát gála, ünnepi gála műsor, túl vagyunk rajta, és az intézmény, tagintézmény vezetőt köszöntöm Simon Gyulát a stúdióban. Tegeződünk, hiszen ismerjük egymást már ezer éve, szervusz. Ugye ezen a, a Talk show mert hogy ez a lényege, meghívtatok az elmúlt 30 évből fiatalabb és még fiatalabb egykori, hogy is fogalmazzak, diákokat és nem csak diákokat. Miért ezt a toksót választottátok, mint műfajt arra, hogy ünnepeljetek? A... Utóbbi pár évben szerintem hagyomány nálunk, hogy mindig valami újító dologgal igyekszünk előre jönni, megújítjuk régi versenyeinket, divatbemutatóinkat, mindig valami új elemet csempészünk bele. Én úgy gondoltam, hogy nyilván a jubileum az minden szervezet, intézmény, ember életében egy fontos dátum, de hogy lehet ezt egy kicsit másként is megünnepelni. Nem biztos, hogy mindig magunkat kell oda kitenni a jelenünket, hiszen azt a mindennapokban lehet látni, viszont elmesélni sem lehet a 30 évet, de nagyon sokan megéltük, megélték azt. Úgyhogy ezt a tósót arra építettük, hogy oda olyan vendégeket hívtunk meg a múltunkból, a jelenünkből, akik az iskolát egy kicsit ilyen színes mi voltában tudják bemutatni. Érdekes, hogy mondod, hogy, hogy elmesélni nem lehet a 30 évet, miközben, és én természetesen értem, amit mondasz, vagy hogy mire gondolsz, de pont ez adta a, a pikantériáját, hiszen ők meséltek, de nem az iskoláról, mint olyan, hanem tényleg a saját élményeikről, a, a visszaemlékezésekből, és ez, ez mindig másabb, a személyes megjelenés. Kiket hívtatok? Alapvetően négy nap nagy csoportra osztottam a meghívottakat. Nyilván az intézmény nyíletében az intézmény vezetőknek meghatározó szerepe van. Sajnos már Tóth Laci bácsi nincsen közöttünk, de azok az intézmény vezetők, akik utána következtek, ők jelen voltak, illetve nyilván a kontinuitás jegyében a, a jelen is képviseltette magát. Egy másik beszélgető e, csoport volt, e, azok a e, tőlünk e, e, kikerült szakemberek, akik az életükben és a nálunk tanult, tanult szakmájukkal e, valami olyan pályaivet tudtak befutni, ami egyébként is tiszteletreméltó, hát még ha hozzánk kötődik, akkor meg, e, meg még Na ne e, kedves nekünk is. E, így van, és ezek az életutak mellett olyan fiatalokat is meghívtunk egy harmadik csoportban, akik még fiatalok, most ha így visszagondolom, e, de akik szintén nálunk tanult szakmájukkal valami olyan lelkes, már azt lehet mondani gyermekkoruk óta elhivatott pályára léptek, amiben ki tudtak teljesedni, ez pedig a különböző közfeladatot ellátó rendvédelmi, katasztrófavédelmi mentőszolgálat szervei, hiszen nálunk a biztonságszervező képzés kapcsán nagyon sok tanuló került ezekhez a szervezetekhez. És volt még egy negyedik csoport, hiszen az életünkben mindig fontos a művészet, és hát a, a kreativitás. Úgyhogy nem csak a történelmet, meg a magyar tanulták régen sem a tanulók a szakmán kívül az iskolában, hanem azért a az ambícióikat is kiélhették, vagy éppen innen indultak el, és utána lettek művészek. Úgyhogy ha a kisüli Gyuri nevét említem, akkor azért mindenki el tudja helyezni az énekesnőt ő is nálunk tanult. Csonka Szilvia, mint még annak idén szónok első diák polgármestere, szintén rizis volt ő színművésznő ma, illetve van egy egyetemi tanárunk is, dr. Szívós László, aki szintén nálunk optatta az iskolapadját. Bárhogyan is én azt figyelem és azt veszem ki a szavaitból, hogy ugye egyrészt, amiről beszélgettünk, hogy ha személyes módon idézzük fel a múltat, akkor az, az a múlt idézésben is egy másmilyen íz. De hallva a neveket és tudva azt, hogy kik voltak itt, azért az ő személyük, a jelenlétük, ez mintaként és példaként is szolgálhat, gondolom valahol titkon akár ez is lehetett a cél. Így van, bár hozzáteszem, hogy nem a diákjaink ültek zöldben ezen a rendezvényen, bár közöttük is ültek diákok, hiszen csak itt említeném meg, hogy a rendezvénynek egy pikantériája, és hogy a, a testvérvárosi kapcsolatunknak a Reutlingen Laura Schradin súlénak a delegációja pont ebben az időszakban véletlenül, pont ebben az időszakban van nálunk, amikor ezt a 30. jubileumi műsort rendezük, és az őket fogadó és kísérő tanulói, nyilván velük voltak ezen a rendezvényen. Na most a múltról beszélgetünk picit a jelennel keverve. Nagyon nincs időnk, hogy ezt a 30 évet átöljük most itt a műsorban, de mégis honnan hova jutott az intézmény? Hát egy szép ívet fut az intézményén, úgy gondolom. Nem véletlenül 30 évvel ezelőtt hozta meg a város vezetése azt a döntést, hogy létre kell hozni egy iskolát, mert nem fértek annak idején a 633-as számú petőfi iskolában nem fért be teljesen a szakképzés, ezért az úton az akkor az általános iskola helyett egy középiskolát hoztak létre, ez lett a ruhaipari. Hát nagyon szép korszakában ezer fő körül is volt az iskolának a létszáma, de nyilván ma is tudva, hogy a demográfiai helyzetet is, azért nem ilyen számokkal rendelkezik ma általában egy tagintézmény vagy egy középiskola. Azok a szakmák, amit az elmúlt 30 év alatt oktatunk, nagyon színes paletta, de mégis vannak olyan kulcspontok, mint a nevünk is ez a ruhaipar, illetve a RISZI kevesen tudják, de a ruhaipar és informatikai szakközépiskola volt régen, tehát az informatika ágazat is az nagyon húzó ágazat volt nálunk. Az előbb említett Szívos László is informatika ágazaton végzett, vagy szakmát végzett annak idején. Illetve az élelmiszeripar volt még, ami nagyon kötődött hozzánk, és a szépészet. Tehát azt mondom, hogy ezek a területek, ha úgy végignézzük, ma is megvannak. E, ami egy nagy, ág, nagy képzési rendszer lett nálunk, ez mindenféleképpen a, a, a közfeladatot ellátó személyek biztonság szervező szak nálunk, ami most ismét visszatért, hiszen a rendészeti képzés újra megjelent nálunk. Úgyhogy ez az ív talán, ami elkezdődött 30 évvel ezelőtt, most azt mondom, hogy a mostani változások, mert hiszen azért tudni kell, hogy a a szakképzés ismét egy újabb időszak előtt áll. Ezek az újabb változások nekünk talán lehetőséget adnak arra, hogy ezeket a régen futó sikerágazatainkat ismét fel tudjuk villantani. Igen, mert ugye azt a 30 évet nem feltétlenül úgy kell elképzelnünk, hogy egy homogén, valami, hanem egy folyamatosan változó. Milyen szépen szoktuk manapság azt mondani, hogy a munkaerő piaci igényekhez igazodunk, és ezt most én picit viccesen mondtam, de a lehető legnagyobb komolysággal, hogy a napi kihívásoknak meg kell felelni. Ha jelent nézzük, akkor meg tud felelni az intézmény? Én azt gondolom, hogy az intézmény meg. Talán a tanulóknak, akik szakmát választanak, és szeretnének olyan szakmákat, amikből hiány is van azért az országban, valljuk be, mi ezeket ugye kínáljuk nem titok egyetlen egy szakmáról sem, hogyha mondom, hogy azért abban dolgozni kell. Viszont ez a szépség ennek az dolognak, hogyha az ember alkot, akkor valami kikerül a kezébe. Igen, ez érdekes, bocsánat, hogy belevágok, hogy a, pont a ti iskolátok az, ahol, ahol úgy dolgozol, ha igazából szereted, amit csinálsz, akkor nem is feltétlen veszed észre, hogy te dolgozol, hiszen ruhával, a szépészettel kell foglalkozni, hát a lányok azok ugye, vagy a nők, ebben otthon kell, hogy érezzék magukat, de tényleg alkotni, vágni, Igen. öltöztetni, tehát ez pont az a, az a világ. A kreativitás, a fantázia, Igen. ez mind-mind az a dolog, ami szükséges, és nyilván ehhez azért készséget ad, adottságok is kellenek, és egy, én azt mondom, de egyébként legyen bár. Milyen szakma egy egyfajta alázat. Mind minden iránt. Hogy szeresse az ember azt, amit csinál, és alázatosan tegye meg érte mindent, hogy azt megtanulja. Beszéltünk a múltról, a picit a jelenről, is, itt félig meddig a jövőt is érintettük, hiszen hogy mi lesz. De mégis, ha előre nézel egy jó pár évet előre, akkor milyennek képzeled el az iskolának mondjuk a következő öt vagy tíz év múlva, hogyha itt ülnénk és beszélgetnénk? Én azt gondolom, hogy a, a léte, a létjogosultsága az általunk kínáló dolgoknak megvan, hiszen azt most is látjuk. Egy biztos, hogy a szakképzési rendszerben, amiben Szolnokon is egyébként ugye, jelen pillanatban a Szolnoki Szakképzési Centrum tagintézményeként egy nagyon széles palettát le tud fedni ez az intézmény, amelyben úgy gondolom, hogy nekünk is megvan az a helyünk, amivel mi színfoltja tudunk lenni ennek a szervezetnek. Meg vagyunk a 30-as gálán, az ünneplés ezzel véget ér, vagy pedig a 19-20-as év az tulajdonképpen, most nem azt mondom, hogy minden délután le kell ülni és ünnepelni kell, de azért valahogy a szívetekben csak a 30 megjelenik. Mondhatnám, hogy 19-re? Lapot húzunk. Igen? De nem gondoltuk, hogy az egész évet végig nem is el fogjuk rendezvényekkel most tölteni, viszont az életünkben, ahogy mondtam, mindig vannak olyan események, amelyekben azért vissza fog térni. Tehát nem a jubileum kapcsán, de a már elindított korábban az a divot bemutató, ami egy divatrajz pályázattal van összekötve, és természetesen ezt jótékonysági formába szoktuk megrendezni. Ezt ismét már meg is hirdettük az általános iskolák felé, de azt gondolom sok mindennel tudunk előrükkolni, mert informatikai Pályázatot hirdettünk általános iskolák 7.-8. osztályosainak, tartjuk majd a szakmai hetünket, rendezzük a fodrász-kozmetikus versenyünket. Én azt gondolom, hogy az iskola teszi azt a dolgát, amire hivatott, és igyekszik azt a legjobban tenni. Legyen ez a végszavunk, mert ez a legfontosabb. Köszönöm, köszönöm. hogy itt voltál. Kedves nézőkönöknek pedig köszönöm a figyelmet, tánccal, tázgálával, illetve tóksóval, ha lehet ezt mondani. Idéztük a múltat, jelent is a jövőt. Ez volt a mai napra, kész várjuk Önöket legközelebb is viszontlátásra. A stúdió díszletét biztosította Demény Gabriella Textil textilszobrász, oktató, ökodizájner.